Most merült föl bennem részben, másrészt korábban már egy kérdés, hogy eddig azt mondták, hogy majd az elkövetkezendőben inkább ki fogunk száradni, és valószínű, hogy elsivatagosodik majd az Alföld. Elképzelhető, hogy így lesz majd a jövőben. Most újra vízes időszakot élünk meg. Az lenne a kérdésem, hogy rendelkezünk-e az építésügyi hatóság részéről olyan rendszerrel, hogy Hajdúdorognak melyek azok a különösen veszélyeztetett területei, amelyek a Dergizzel összefüggésbe hozhatóak. Ezt azért kérdezem, hogy ez esetleg az építési engedélyek kiadásánál, illetőleg a bontási engedélyeknek a kiadásánál lehet jelentősége. Most, hogy a területek egy része magánkézbe került, látjuk, hogy a Kuruc utca elején is például egyre inkább föltöltik azt a területet. Na most ugye ez lehet, hogy befolyással van például a víznek a mozgására, és Hajdúdorogra egyébként is jellemző, hogy mindig magasabbra került, és a mocsaras területek mindig beépítésre kerültek. Na most ugye ezek lehet, hogy befolyásolják a víznek a szabad elfolyását, illetőleg az áramlását. Tehát ez az egyik dolog, ami esetleg a jövőre tekintve fontos üzenet lehet az, hogy most megtapasztaljuk végül is a vízhelyzetet. A másik dolog pedig, hogyha ilyen van, akkor esetleg lehetőséget adnak arra, hogy természetesen felkészüljünk esetleg a víz kivételére. Gondolok itt például olyan növényzetnek a telepítésére, vagy egyéb dolgoknak, amihez én ugyan nem értek, de biztos ehhez van szakértő, ezt meg tudja végül is mondani, akár tanulmány formájában, akár bármilyen keretek között, fölkészülve esetleg tényleg egy súlyosabb helyzetre, mert ezt nem tudjuk. Ha felmelegedés valóban más jellegű földrajzi viszonyokat fog teremteni, vagy éghajlati viszonyokat fog teremteni, akkor talán érdemes erre fölkészülni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A képes a nagy mennyiségű csapadék leesésére nem csak mi, tőlünk fejlettebb országban sem tudnak felkészülni olyan szinten, lehet ezt látni híradásokban is, főleg akkor, amikor nagyon rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék hullik le, hogy a települések vízelvezető rendszere is egy átlagos vízmennyiséghez van beállítva, egy átlagos vízkapacitáshoz van beállítva. Amire képviselő kérdez, olyan térképpel rendelkezünk, amely a város csapadékvíz és belvíz helyzetéhez kapcsolódóan megmutatja azokat a pontokat, amelyek úgymond a legveszélyeztetettebbek ebből a tekintetből. Az elmúlt 4 évben ezen területeknek a csapadékvíz elvezetésében sikerült eredményeket elérni, de ugye nem szabad összekeverni azt, hogy csapadékvíz elvezetés és belvíz elvezetés, mert a kettő az nem ugyanazt a fogalmi és tárgykört tartalmazza, hanem az egy nem tud elválni egymástól, ez értelemszerű, de mégsem ugyanarról van szó. Az általam említett területeken a csapadékvíz elvezetése, hál' Istennek most még ahol műszaki problémák voltak, az is megoldódott, tehát ilyen szempontból azokról az érintett veszélyeztetett területekről egy részéről a csapadékvíz elvezetése megoldott. A csapadékvíznek a településről történő kijuttatása azt gondolom, hogy megint egy olyan szakaszba ért, ami látványosan 2 ponton a 3 pontból szemmel látható az, hogy a víz kifolyik a településről. Ugye ez a nagy tó irányába, illetve a Virító irányába történő vízelvezetés, ami egyenlő beavatkozást igényel, az a hét út végén történő vízelvezetés. Valamikor a 70-es években egy rendezési terv kapcsán információ szerint történt az, hogy a hét útnak a vízelvezetését ketté vették, és a körülbelül a Hunyadi utca magasságától megmaradt a Hajdú irányába, a Fogadó utcán történik a víz kivezetése a városról, míg a városnak, az utcának a másik része a Hunyadi utcán túl, és az oda becsatlakozó utcáknak a csapadékvizetése pedig a Hét út irányába kifele ott történik. Helyiek, idősebbek ugye elmondják azt, hogy az ott mindig magasabb volt, helyben nem lehet vizet vezetni. Jelen pillanatban ezzel a rendszerrel birkozunk. A vizet most már összegyűjti ez az árokrendszer, ez jól látható, a csapadékvizet, viszont a kivezetése továbbra is kihívást jelent. Főleg annak ellenére elmondom ezt, hogy azt a szakaszt, ami a kukucatemető sarkáig terjed, az idejében 2-szer takarították ki.
tehát a növényzettől, minden egyébtől. Gondolom azt, hogy a jövőben esetleg ez is érdemes egy dolgot felvett, hogy legalább egy részét esetleg át lehetne iránytlanulnak a vízmennyiségnek a hét út irányába. Komoly kérdés vett fel az is valóban, hogy a településnek három pontján volt olyan nagyobb kiterjedésű mélyedés, amely az elmúlt időszakban feltöltésre került, az elmúlt 20 évben, ugye az egyik a strandfürdő melletti, a másik a kukuzatemető előtti terület, a harmadik pedig most van folyamatban, ugye, amit említett képviselő úr is a Nánás út mentén. Ahogy elhangzott, ezek magántulajdonban lévő területek, de emellett az is látszódik, hogy a Gyepen nagyon nem állt a víz, volt, amikor állt néha, de mellette lévő vizes alacsonyabb részen állt. Most abban érdemben nem sok víz van, viszont a Gyepen megáll a víz, tehát, tehát érdekes a víznek a járása is, biztos, hogy a talajszerkezettől is függ, mert míg a hétúton azzal, hétúton azzal küzdünk, hogy a hova vezessük a belvíz csapadék, ezért addig a Fürdő utcán egy-két méteres gödörbe sem biztos, hogy bejön a víz. Tehát, hogy a talaj szerkezetesen azonos egy-egy utcában, pedig ez nem egymástól nagyon távol lévő utca. A faültetések kapcsán a növényzet telepítésénél az elmúlt időszakban, amikor a strandfürdő előtt fásítás történt, kifejezetten olyan növények telepítésére is sor került, amelyek nagy vízfelvevő fák, ami ugye, hogy folyamatosan nőnek, akár a napi 10-20 liter vizet is képesek felszívni, az egyik ilyen szempontból a fűzfa, nyárfa, amelyek ezeknek a lehet látni az ártériátőkben is ezeket a fákat. Egyébként is annak a területnek is eléggé alacsonyan fekszik. Bízunk benne, hogy ahogy ezek felnőnek, aktív részesei tudnak venni az esetben a belvíz csapadék víz védekezésnek, és nem véletlenül esett ezekre a növényekre a választás. Azt hiszem ennyi. Talán érdemes még esetleg ebben a témakörben, hogyha már elidőztünk, arra figyelemmel lenni, hogy 2011. január 1-től a kültéri belvízelvezető csatornákhoz kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulás megszüntetésre fog kerülni. Így érdemben jelen pillanatban nincs információnk arról, hogy ki fog gondoskodni a külterületi csatornák állapotáról. Nem, mint hogyha most még úgymond papíron volt gazdája, nagy beavatkozások lettek volna. Voltak szakaszok és időszakok, amelyekor a település külterületén lévő belvíz csatornák egy része, ez a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulás, vagy a Szabolcsi, ami odaesik. Azokon a területeken, kisebb szakaszokon voltak időszaki beavatkozások. Végülben egyelőre arra nincs információnk, hogy ezek a csatornák kihez fognak tartozni, önkormányzati feladat lesz-e, állami olyan feladat, amelyet valami külön állami cég vagy szervezet fog felügyelni. Bízunk benne, hogy mi hamarabb erre is választ kapunk, mert ugye ezeknek a csatornáknak az állapotától függ az is többek között, hogy hagy dologot elönti a belvíz vagy nem, csapadékvíz, mert egyenlően azt mondhatjuk, hogy a belterületen rendezetten tudjuk vezetni a vizet, az a baj, hogy kívül ütközünk akadályokba és gátabban. Hát reméljük, hogy ez nem egy év, nem fél év, hanem ez kb. 20 évnek a eredménye, mert addig nagyjából ezek a csatornák folyamatosan karban voltak tartva. Van, ahol el van szántva, be van szántva, valahol olyan átjárót építettek benne, ami gátként funkcionál, tehát teljesen szabályozottan, vagy az átteresztek beszakadva. Ezeket most próbáltuk külterületen is feltérképezni a Vidier esetében, mert az egyik helyen valószínűsíthető, hogy beszakadással kell szembesülnünk, de a átjáron a két oldalán azonos a vízmagasság, tehát megtalálja az utat a víz, tehát kiegyenlíti. Kérdezem a képviselőtestet, mivel jelentkezést már nem látok. Aki a polgármesteri jelentést és a lejártidői határozatot elfogyja, kérem készfelemlése jelezze. Köszönöm szépen. Ehhez kapcsolatban jeleztem, hogy a kiosztott Viszmajor
tartalék támogatás igényre szóló határozatunkról is szavaztatni kívánok. Itt is részt fel van sorolva, hogy mely területeken történt már műszaki beavatkozás. Aki ezt az előterjesztést elfogadja, kérem készülem. Kérdésem a... Bocsánat, igen. Előterjesztés akarom. Kérdésem a második oldalon. A képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy a védekezéssel érintett vagyonelemek tulajdonát képezik. Nem egészen világos számomra ez a mondat, hogy kinek a vagyonát képezik, és milyen a védekezéssel érintett vagyonelemek tulajdonát képezik. Erről is, hogyha lehet meg is itt. Nem, számomra nem egyébként értelmezhető. Képviselő, hogyha nagyon ragaszkodik virtuálisan, ezt elmondom. Ha nem ragaszkodik hozzá, akkor külön meg fogom magyarázni. Ott, tehát ennek így jól van. Rendben, jó. Köszönöm szépen. Aki egyetért a határozati javaslatot, ilyen készelem és jelezze. Köszönöm szépen, megálltam. Képviselőtestület egy hangulat fogadta azt el.